Újpest központ, végállomás. Kérjük kedves utasainkat, hogy szíveskedjenek elhagyni a vonatot, és erre figyelmet... Sziasztok! Ez itt az Újpest központ podcast. Lukovics Andrással. És Fekete Balázssal. Rengeteg átigazolásról, edzőmérkőzésről, tulajdonosváltásról fogunk beszélni, de nem, hanem ehelyett majd a rideg valóság fog következni. Se játékos mozgás, se edzőmérkőzések, semmi nem lesz. Újpesten. Sziasztok, boldog új évet kívánunk első körben. Szuper boldog új évet. Mi lesz a mai tematika? Az első témánk az új edzőnk lesz, aki Milos Krusčićnak hívnak. Igen, Milos Krusčić. Igen. Ő lesz. Igen. A második pont, ami kapcsolódik az új edzőnkhöz, az átigazolások, illetve azoknak a hiánya. Igen, és akkor a következő pontban beszélnénk arról, hogy a Transfermarkt frissítette a magyar bajnokság játékosainak az értékeit. Ennek az újpesti vonatkozásáról szeretnénk beszélni. És a negyedik pontunk pedig az állandó betétünk. A láthatatlan légiós. Így van. Oké. Egyébként, bár nincsen benne a műsortárban, szerintem belgázni is fogunk majd egy kicsit, vagy én szeretnék. Úgyhogy ezt azért vegyük fel az állandó műsorpontok közé. Addig, amíg nem távozik, de kezdjük már is az elején, az új edző. Én készültem egy csomó-csomó statisztikával vele kapcsolatban, hiszen ismerjük meg jobban, hogy ki is fogja a jövőben irányítani az Újpestet. A múlt héten jelentették be a szerb állampolgárságú Milos Krusčićot. Fontos lenne ponton megjegyezni, hogy ez a 10. edzőváltás ebben az idényben az NB1-ben, ami figyelembe véve, hogy 12 csapatos ez az első osztály. És most vagyunk a felénél. Nem egy életbiztosítás edzőnek lenni az NBA-ben. Ami a képesítését illeti, UEFA Pro Licenszel rendelkezik, amit, mint tudjuk, nem minden NBA-es edző mondhat el magáról. Vagy volt NBA-es edző. Illetve látunk már olyat, akinek nem volt ilyen képesítése. Ez mindenképpen bizakodásra adok. Na, de mit tudunk még róla? 45 éves, Belgrádban született, kétszeres jugoszláv válogatott, játékosként Szerbiában játszott a Spartak Subotikában, majd az FK Palilulakban, Zemun volt az utolsó szerb csapata, ezt követően pedig Oroszországban Rostovban játszott. Onnan is vonult vissza. Igen, ott egyébként 6 évet játszott. 6 évet tolt le, 167 meccs orosz bajnokságban, szerintem az elég a célos. Focizgatott ott is. És hátvéd volt, ugye, hogyha jól emlékszem. Igen, ezt olvastam. Az edzői karrierjénél kicsit változatosabb, mondjuk ez mennyi volt? 4 csapat. Szerintem már most több csapatot tud felmutatni edzőként, mint egész játékos pályafutása során. A kazaksztáni Taraznál kezdte edzői karrierjét, amiről azt kell mondom, hogy nulla információ van a világhálón, leszámítva azt, hogy ez a dolog megtörtént. Szóval valamikor edző volt a Taraznál, de hogy ott pontosan milyen eredményeket ért el, ki kell, én nem tudom. Az érdekes, hogy ezt még a Wikipédiásra látom. Ez követte a bolgár Litex Lovec nevezetű klub. Így van. Itt asszisztens volt, majd ezt követően, hogy asszisztens volt, átváltott vezetőedzővé egy egész mérkőzése. Amikor a kispadon ült, akkor a Levski Sofia ellen egy 2-2-es döntetlent ért el. De ez még csak a kezdet volt. Itt jönnek az egyre nehezebben kimondható csapatnevek. Szóval a Litex Lovecet követte a szerb FK Metalak Gorni Milanovac, Milanovák, valamelyik a kettő közül. Itt 22 meccsen ült a kispadon, és ezen 22 meccs alatt 12 győzelem, 3 döntetlen, és 7 vereség fűződik a nevéhez, 30-14-es gólarányjal, és 39 megszerzett ponttal, ami alapjában véve azt hiszem pozitív. Ez követte a Zemun, ahol labdarúgóként is jelen volt. Korábbi sikerei színhelyére. Ja, oda visszatért. Egészen 14 meccsen vezette az Zemun együttesét, ahol 4 győzelem, 2 döntetlen, 8 vereség fűződik a nevéhez, 14-23-as gólarány, 14 pont összesen. Ez egy rosszabbik időszak volt már, ami az edzői karrierjét illeti. Na de, ne ítélkezzünk ennyiből, hiszen ez követte karrierjének az egyik legnagyobb állomása az Újpest után. A CSKA Szófia edzője is volt. Az 1000-szeres bolgár bajnok kispadján 20 meccs jutott neki, 12 győzelem, 6 döntetlen és 2 vereség, és ami egyébként egészen imponáló, 28 rugott, 5 kapott gól, 42 pont.
Aztán ilyen, igen, vagy valami ehhez hasonló dolgot szeretnénk várni Újpesten tavasszal, minimum, leszámítva azt a kettő vereséget, meg azt a hat döntetlent. Amen. Szerintem abban az öt kapott gólban egyébként a Bana is benne van. Azt ő aláírna egész tavaszra. Igen, szerintem mindenki benne lenne ebben. És egyébként csináltam egy olyat is, hogy megnéztem az elmúlt időszak edzőit, nem mentem annyira messzire vissza, viszont azt kell tudni a legújabb vezetőedzőnkről, hogy eddigi karrierje során 57 mérkőzése van, 28 győzelme, 12 döntetlenje és 17 veresége, 74-44 gólkülönbség, 96 pont. Ami alapjában véve a szembizakodásra adhat okot, akármit is jelentsenek a statisztikák. Ehhez képest ki szeretné előbb hallani, Mihály Öninget vagy Predrag Rogánt? Hát kezdjük akkor az Öninggel. Ő sokkal tapasztaltabb edző, ami azt illeti. Mondjuk azt hiszem az utóbbi időben lehet, hogy ezt nem tapasztaltuk mi rajta. 282 meccsen volt vezetőedző életében, 103 győzelem, 67 döntetlen, 112 vereség. Mondjuk ez valószínűleg egy kicsit bevállalósabb foci, nem? Igen, igen. De ugye erről beszéltünk, hogy az sem mindegy, hogy ki, melyik edző éppen melyik csapatnál van, ugye? Tehát, hogy milyen játékos kerettel dolgozik, és hogy szerzi ezeket a pontokat, illetve, hogy az adott csapat is milyen a bajnokságban elfoglalt helye. Tehát egy kiesésért küzdő csapattól ugye nem tudsz annyi pontot szerezni, mint egy ilyen csapattal. Jó, nyilván de Öningnek a statisztikájában értem. Benne van a Basas is. Ja. De ez már legyen az ő baja. Igazából. És akkor Predrag Rogán egyébként ehhez képest neki 117 meccse volt edzőként, 52 győzelem, 24 döntetlen, 41 vereség. Ő is amúgy, ha csak ezeket nézzük, akkor jobb mutatókkal rendelkezik, mint az Öning. Viszont tapasztalat szintjén azt meg kell jegyeznünk, azt hiszem így vagyunk igazságosak, hogy Kruscsics egy pálya elején járó edző. Mondjuk egyébként azt hiszem ez is sokat elárul szeretett klubunkról, hogy nem a legmagasabb kalapból válogatunk edzőket. Igen, egyiket én is azt néztem, hogy ugye 2011-től kezdett el edzősködni, bár ott még úgy láttam, hogy inkább segédedző volt, vagy másodedző, illetve a CSK-nál is, mint elemző kezdett, tehát ugye az első 2019-ben elemző volt, és igazából tehát 2011 és 22 között is voltak üres járatai. És az azt jelenti, nem erre akartam kifutatni ezt a gondolatmenetet, hanem arra, hogy átlagosan egy csapatnál Kruscsics 0,43 évet tölt el edzőként, ami azt jelenti, hogy átlagosan egy fél szezont tölt el egy csapatnál. Még ugyanez a szám például Öningnél egy év. Tehát kétszer annyi időt tölt el egy csapatnál edzőként az adott posztban. Jó, de nyilván ebben azért belejátszik. Nem csak az eredmények játszanak bele, hiszen hogyha az eredményeket nézzük, csak így arányosítva. Öning nem tud feltétlenül a matek alapján többet, viszont lehet, hogy jobban meg tudja győzni a környezetét arra vonatkozóan, hogy de ő többet tud. Hát lehet, hogy jobban el tudja adni magát, persze. Igen. De most Bulgáriában edzősködni se egy életbiztosítás, tehát ott is azért elég gyorsan váltanak szerintem, és nem az a megfontoltság jellemzi őket sem. Nem tudom, nem annyira követem egyébként a bolgár focit, férfiasan bevallom. Sőt, szerintem semmelyikünk. Én se. Kivéve, hogy az valóban így játszanak, akkor tudok szurkolni bármelyik bolgár csapatnak. Szemrebbenés nélkül. Azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell adni az esélyt, és mindenkihez pozitívan kell állni, mert hogyha mi szurkolók nem teremtünk olyan légkört, amiben az adott játékos, az edző, bárki, nem érzi a támogatást, akkor hogy várjuk el, hogy egyébként teljesítsen? És hogyha most ő lesz az Újpest vezetőedzője, akkor Isten hozta őt itt, és én kívánom, hogy legyen átkozottul sikeres. Én is tényleg sok sikert kívánok neki, remélem, hogy együtt nagyon sok sikert fogunk elérni, és jövőre a bajnoki címért küzdünk. Én megmondom őszintén, hogy én már nem vagyok ennyire, nem tudok ennyire meglegezni bizalmat, mert már játékosok... Két héttel ezelőtt egy kicsit jobb felvettel, de jó. Igen. Szerintem két héttel ezelőtt még egy kicsit mindenki rózsaszínebben látta a világot Újpesten. Vagy hát legalábbis jobbnak tűnt a helyzet. Most ugye úgy tűnik,
hogy ezt az edzőt is ugye még a belga választotta. Nekem ez nem tetszik. Tehát én nem értettem ezt a döntést. Nem tudom, hogy egy edzőváltás az szükségeltetette feltétlenül. Tehát szerintem Öninggel bent tudtunk volna maradni. Most ezzel az új emberrel, ezzel az új emberrel nem meg. Tudom. Emberként nincs vele bajom, és senkivel nincs bajom. Nekem itt egy emberrel van bajom, az, hogy hát több emberrel van bajom, de konkrétan ugye fölfele mutat minden, ugye a tulajdonoshoz. És én ugye, tehát ebből a döntésből mit tudunk leszűrni? Azt, hogy tehát itt nem tulajdonosváltás lesz, hanem ő tulajdonképpen, tehát ő maga jelölte ki ezt az embert. Én ebből azt tudom leszűrni, hogy nem lesz, legalábbis most télen nem lesz tulajdonosváltás szerintem. És tehát, hogyha ha itt azt mondjuk, hogy Öning elvesztette az öltözőt, vagy nem bíznak benne a játékosok, bármilyen konfliktus volt, nem tudom, hogy mi volt a háttérben, hallottam róla, hogy volt ez meg az, de mindegy, ezt én is csak sokat kézből hallottam, de hogyha volt ilyen is, és mondjuk, hogyha várható lenne egy tulajdonosváltás, akkor én tennék egy olyan gesztust, mint átadó, ugye tulajdonos, eladó tulajdonos, hogy esetleg bevonnám a döntésbe a következő tulajokat. Ha már olyan stádiumban állnak a tárgyalások. Tehát nem hiszem, hogy az új tulajdonosi körnek mondjuk ez az edző lenne a nyerő. Innentől kezdve, hogyha ezzel az edzővel képzeljük el a jövőnket, még a rövid távú jövőnket is, akkor remélem, hogy egy olyan szerződést kötöttek, amit könnyen föl lehet bontani. Tehát, hogyha mondjuk nyáron tulajdonosváltás lesz, akkor ne kelljen egy vagyont kifizetni ennek az embernek. Ez az egyik fele. Hogyha ha innen rákanyarodunk, akkor a téli játékos mozgásra, illetve az erősítésekre, illetve azoknak az elmaradására, ugye, ami a következő pontunk lenne, de ez így összefügg ez a kettő szerintem. Ugye itt még a téli szület elején, itt ugye belettek dobva nevek. Különböző újpesti fórumokon, itt-ott belettek dobva nevek, és igazából tök jó lett volna. Tényleg, hogyha ezek így realizálódnak. De most megint ott tartunk, tehát a valóság ezzel szemben micsoda, az, hogy senki nem érkezett hozzánk, főleg nem olyanok, akik erősítésre mentenének, akik... De nincs olyan, főleg nem olyanok. Senki sem. Igen. Nulla igen. Ember. És igazából, tehát a mérlegünk az annyi, hogy elvesztettünk egy tálót is. Nagyon érdekes lesz ez a nyitány, mert egyre inkább minden abba az irányba mutat, hogy felkészülési meccs nélkül fogunk neki futni a mocskos Ferencváros elleni idényitónak. Ennek megvannak az előnye és a hátránya is, esetleg. De... Jó, hát amióta követem a honi labdarúgást és az Újpestet, azóta szerintem nem emlékszem olyan idényre, hogy ne lett volna egy felkészülési mérkőzésünk se, de persze. Szerintem most meg fog történni. Persze, de mondjuk, hogy mondjam, tehát a vírus mindenkit érint, tehát nem csak nekünk vannak nehézségeink, hanem a többi csapatnak is, tehát ugyanúgy a Honvéd se játszott szerintem edzőmeccset. Azt hiszem, hogy az MTK kijutott Ciprusra talán, vagy Törökország, vagy nem tudom, hol mentek. Jó, igen. Tudom, hogy igen, nincsenek edzőmeccsek, de ha senki nem akar, senki nem mer kiállni egymás ellen, NB1, NB2-be, akkor, vagy külföldről, ugye meg nem is tudom, hogy ki az, aki eljönne mondjuk Újpestre egy edzőmeccset játszani, vagy Szlovákiából, vagy nem tudom honnan. Szerintem, igen, itt több mint valószínűleg nem lesz edzőmeccs. Legalábbis egy másik csapat ellen biztos, hogy nem lesz. Főleg nem publikus edzőmeccs, tehát közönség előtt. Ugye az már előző időszakokban már úgyis egy ilyen nem elvált. Védjegyévé váltak. Igen, mondnak. Igen. Jobban szeretnek nem közönség előtt edzőmeccseket játszani, mint szurkolókkal. Hát mondjuk tényleg annyi mászink van, hogy nincsenek új játékosok, akiknek be kéne épülni a csapatba. Igen, van egy új edzőnk cserébe. Akinek meg kell szeretetnie magát a csapattal, illetve hozzá kell egymáshoz szokniuk. Ezt mondtam már korábban, hogy végül is ennek meg lehetnek az előnyei is a mi részünkre, mivel mondjuk a keretben nagyon nagy mozgás az nem volt. A csapat gerince megvan. Igen. Igen. A COVID, ha jól vettem le így a hírekből, akkor elvileg már végigment a csapaton, vagy hát legalábbis így elég sok emberen. Remélhetőleg ez magába a bajnokság alatt már nem lesz probléma. Viszont például vannak ugye olyan csapatok, mint mondjuk az MTK, ahol hoztak 7-8 új embert is, és őnekik se volt, vagy jó, mint talán az MTK-nak lesz edző, mert ők azt hiszem, hogy kijutottak. De ugye a többi csapatnak is, a közvetlen riválisainknak
szintén nem volt lehetősége edzőmeccset játszani, és ott, hogyha új embereket kell beépíteni, akkor azt csak max egymás elleni edzőmeccsen tudják gyakorolni. Ennek még így lehet, hogy előnyei is lesznek a részünkről. Oké, nézzük meg a játékos mozgást, ami történt. Ez nem lesz egy hosszú rész. És vége is. Elment Tálló kölcsönbe. Ez nagyon fontos információ. Tállót kölcsönbe adtuk, elővásárlási joggal török kettőbe. Samsung Sport. Nem tudom, hogy fér bele egyébként a kiesés ellen küzdve akármilyen szertelen is, bírózós, blablabla, hogy fér bele az, még csak el sem adjuk, hanem kölcsön adjuk, mert nekünk rá nincsen szükségünk, hiszen olyan hosszú a pad. Igen, és annyi gólveszélyes csatárunk van, hogy... Vajon mi lehet itt a háttérben? Mi lehet a terv? Mert hogy most... ugye itt nem az van, hogy kifosztják a bankot, mielőtt eladják a klubot. Itt nincsen ilyesmi. Nem kivették a pénzt a Tálló miatt, hanem odaadták valakinek zaciba. Ez történt. De miért? Igen. A Krusicsnak az edzői elképzeléseiben nem fért bele a Tálló, de a Viana az maradhatott. Ha én el akarok adni egy klubot, aki a kiesés ellen küzd. Mondjuk ez elég sokszor előfordul velünk. Persze. Hogy a klub eladásról van szó, kibaszott nagy zsugás vagyok. Havi 2-3. Ha mi lennénk mondjuk az Újpestnek a tulajdonosai, akik éppen eladják a klubot, és tudjuk, hogy kiesés ellen harcolunk, és hogyha kiesünk, akkor a klub értéke az igazából jelentősen csökken, igen. Az MB2-vel ugye mit veszítene az Újpest? Ugye először is, tehát a bevételek szempontjából, először is elvesztene kb. 300 millió forintot évente, amit a tévés közvetítésekből lenne a különbözet. Ugye az MB2-ben jelentősen kevesebbet fizet az MLS, meg tehát az MTV MLS az MB1-es csapatoknál, mint az MB1-ben. Ez az egyik fele. A szponzori, nem is tudom, újpesti szinten is, de azért egy NB1-es csapatot szponzorálni, szóval ott sokkal több bevételt tudnak generálni, mint NB2-be. Tehát ugyanazt a mezen a reklámokat, a pályaszélen a reklámokat, szintén a töredéke az NB2-ben az NB1-hez képest. Ha megnézzük a játékosok értékét, ugye onnantól kezdve ezek a játékosok másodosztályú játékosok lesznek, plusz ha kiesel MB2-be, akkor ugye ott nem játszhatnak külföldi játékosok. Tehát ott ugye rögtön el kell küldened 10-15 embert, akinek nincs magyar útlevele. És akkor ezek után, amikor a kiesés ellen küzd a csapat, az egyik csatárodat, aki kb. Állandó kezdőd, kölcsönadott török másodosztályban. Tehát ebbe hol a logika? Én nem értem ebbe a rációt. Onnantól kezdve, hogy kiesünk az MB2-be, a 7 milliárd forintos vételár, azt szerintem lecsökkelhet a felére is. Persze, de nem látunk bele ebbe. Ebben nem látunk bele. Csak én azt nem értem, hogyha nem adod el a klubot, saját magadnak csinálod, akkor meg szintén csökkented a saját klubodnak az értékét azáltal, hogy eladod még azokat a játékosokat is, akik NB1-es szinten tudnak tartani adott esetben. Nagyon érdekes lesz ez a tavasz. Az a baj, hogy évek óta azt nézzük, hogy mindig rezeg fölöttünk így a kiesés veszélye, de azt is gondolom, hogy soha nem volt ennyire közel. Szerinted benn fogunk maradni idén az NBA-ben? Félek, hogy ez most nagyon nehéz lesz. És nem a Talló miatt, nem a Krusicsics miatt, hanem egyáltalán a 10 év alatt kialakult helyzet miatt. A nincsenek szurkolók, a nincsen címer, az egész szürreális állapot miatt, ami előjött. Szerintem igen, tehát ez egy nihil. És nagyon depresszív, nagyon lehangoló és egyre lehangolóbb a szurkolóknak a lelkülete, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Semmilyen pozitívum nincs igazából soha. Tehát az elmúlt években ugye az egyedül pozitívum az körülbelül annyi kupákat. Ami egyébként nagyon jó volt, azok mindig nagyszerű élmények. Igen, de ez sebb tapasz. Ez arra jó, hogy elmondhassa, hogy nyert valamit. Hát és igaza is van. Mert nyert. Más meg nem nyert. Hát persze, igaza van. Igen. De ezzel csak elódáztuk mindig a problémát. Igen, továbbra is lélegeztetőgépen vagyunk. Na jó, eleget belgáztunk, azt mondom. A Transfermarkt most frissítette labdarúgó NB1 játékosainak az értékét. Ennek megfelelően egészen friss, napra kész információink vannak arról,
hogy mennyit is ér szeretett klubunk. Nem is húzom tovább az időt, 6,1 millió euróról beszélünk, ennyit ér a komplett keret. Csak hogy arányosítani tudjuk ezt az egészet, az egész NB1-et ezzel szemben 134,3 millió euróra taksálják. Tehát egy átlag NB1-es csapatnak az értéke az körülbelül 11 millió. Lenne, hogyha igazságos lenne ez a világ, de nem az. Tudni élik, az első helyen álló, a játékosok értékét tekintve első helyen álló Mocskos Ferencváros 39,3 millió eurót ér, míg a második MOL Fehérvár 20,95 millió eurót. Irgalmatlanul fejnehéz ez az egész. Jó, de hát tudjuk, hogy a Fradi a európai menetelésebből kurva ajlóvékat akaszt, igaz? De az benne jó, hogy egyébként adnak a többieknek is belőle. Igen. Szóval még köszönjük. Ja, igyekszem elég hálásnak lenni. Hálásnak? Meg mindenkinek hálásnak kéne lenni a Ferencváros. Legyen úgy, hogy ma te vagy hálás nekik, majd holnap megpróbálok én. Jó, de egyébként harmadik a Puskás, 11,48 millió euróval, és egyébként itt jönnek az érdekességek, hiszen a Honvéd egyébként csak 8,8, ami nincs is annyira messze attól, ami mi vagyunk. Ráadásul Horváth Ferenc az edzőjük, akit én egyébként bírok, de őt valószínűleg sokkal inkább kéne stand-up comedy-snek tartani egy csapatnál, mint vezetőedzőnek. Amúgy kivel lehet ő jobb? Tud olyat csinálni, hogy nem fog NB1-es padot kapni? Biztos, hogy fog kapni. Biztos, hogy fog. Azt mondom, hogy ez már az ötödik NB1-es csapata. Na, de mi történt a játékosainkkal az elmúlt fél évben? Sokkal többen veszítettek az értékükből, mint amennyien növelték. Igen, igen. Inkább piros. Piros és lefelé mutató nyilak vannak. Sokkal többen veszítettek az értékükből, mint amennyien növelték azt. Akik vesztettek az értékükből? Filip Pajovic, a Kutrumpis, Branko is kevesebbet ér, Jeftovski, akit még sose láttunk játszani, Kroázi. Egyébként Kroázi hogy vesztett az értékéből? Azt meg tudja nekem valaki mondani? Simon Krisztián is, már csak 200 ezer euró. Viana is, Morikone, ugyanúgy 300-300 ezer euró. Na de ne csak, hogy a rossz dolgokról beszéljünk, vannak, akik növelték az árukat. Egy Beridze, már 650 ezer, és azt is rebesgetik, hogy el fogják adni, annyira nagyot emelkedett. Katona Mátyás, 250 ezer euró. A legdrágább magyar játékosunk a világ jelenlegi állása szerint a 21 éves Csongvai Áron, 325 ezer euróval. Nem csak mi vettük észre, hogy sokat fejlődött az elmúlt időszakban, hanem a Transfermarkt szakértői is. Szerinted fog még jönni valaki ebben az előttünk álló? A bajnokság 12 nap múlva kezdődik. Hozzánk? Játékos? Bármilyen vagy így használható is? Bármelyik kérdésre válaszolhatsz. Nem, senki nem jön. Nem, és nem. Nem, szerintem nem. Szerintem fog jönni majd. Fog jönni majd március 15-e. Magunkra vagyunk hagyva. Március első fele, mondjuk. Akkor szoktunk még beindulni az átigazolás. Jó, akkor magunkra vagyunk hagyva. Ez lesz a keret. Ez lesz a keret. Aha. Talán még jön egy-két ember. El Garassi is azt hiszem tavaly, tudom, március áprilisában érkezett körülbelül, tehát... Hát kár, hogy nem tudtunk ebben a topikban ennél pozitívabb dolgokról beszélni, de ettől függetlenül legyünk optimisták, és nyargaljunk is át a következő műsorszámra, ami nem más, mint a láthatatlan légiós. Ma te készültél egy meglepetéssel, izgatottan várom, hogy ki lehet az a külföldi labdarúgó, aki nem tette le névjegyét Újpesten. Mai hősünk Belgiumból érkezett, és elég érdekes életpályát futott be. Igazából ő nem is feltétlenül egy láthatatlan légiós volt Újpesten. Ő elég sokáig nálunk játszott, konkrétan 3 szezont is. Wow. Lehetett volna egy jó játékos is, de például Újpesten közbeszólt egy tércfalas szakadás, és emiatt nem tudott úgy kiteljesedni, ahogy kiteljesedhetett volna. Uh-huh. Az életútja a következő. Igen. 1992. május 11-én született, tehát most 29 éves. Uh-huh. 178 centi magas, 70 kiló, és középső középpályás, tehát körülbelül irányító középpályás volt a posztja. Igen. Belga U18 és U19-es válogatott volt. U18-ban van 6 meccse, és U19-ben 1 meccse.
jobblábas, és természetesen a klubjai közül az első a Sint-Truiden volt, ahol ugye az utánpótlásba is játszott, és onnan került fel a felnőtt csapatba. Ahonnan másfél év Sint-Truiden után érkezett Újpestre, egy ingyenes transfer keretében ugye, és Újpesten játszott egészen pontosan 2012. január 1-től 2014. július 1-ig. És utána a Without Club nevű csoportosulásba kezdett el nem futballozni. Fél év szünet után, tehát fél évet töltött a Without Clubba, és utána leigazolta az Ararat Jereván. Húha! És ez még nem minden? Fél év Ararat Jereván, tehát fél év Örményország után újra a Without Club szólította magához. Innen 2016. július 1-én, tehát konkrétan egy év kihagyás után az olasz Jesina csapatába igazolt, ami olasz negyedosztály, ha jól számoltam. Itt volt július 1-től november 29-ig, Kruscsicsi átlagot hozott majdnem körülbelül, utána szintén Without Club, de nem maradt sokáig, mert november 29-én kirúgták a Jesinából, és már december 5-én leigazolta a San Giustese nevű szintén olasz klub, ami szintén azt hiszem negyedosztály. Innentől kezdve igazából az olasz Széria D, vagy nem tudom mi a besorolásába ugrált a következő csapatok között. Tehát ez így, a következő, amit felsorolok, ez konkrétan két év termelése. San Giustese, onnan Anconitana, onnan Montegiorgio, onnan San Giustese, és onnan Retirement. Egy igazi vándormadárral van dolgunk, ami azt illeti. Mondok még egy fanfektet. Amikor a Jereván a Videótonnal játszott, nem tudom milyen kupameccset, akkor a Videótonnak a Videóton honlapján meginterjúolt. Az igen. Oké, én azon gondolkoztam, hogy azt mondtad, 2012-2014 között játszott nálunk, ugye? A 12 az az, amikor a Mocskos Ferencváros vertük a Csibuabua góljával. Az a 12-13-as szezon. Tehát akkor ott kell keresgélnem. Nagyjából ott. Rákérdezek, és utána maximum nem sikerül. Prosmans. Bingo! Oj! Ez gyönyörű. Köszönöm. Szép munka. Gratulálok. Nem, én köszönöm. Ezzel nagyon törtem a fejemet. Figyelj, elmondom akkor a Prosmans, nem emlékszem már a csávóra. Az nem is volt egyébként annyira ügyetlen. Hát én ezt mondom, hogy ő nem... Voltak nála ügyetlen. Ő nem volt fogalmatlan annyira. Tehát ő lehetett... Hány éve sem vonult vissza? Hát figyelj, most 29, és már másfél-két éve visszavonult. Tehát 27 igazából. És ebből hármat volt Újpesten. Figyelj, 71 meccse van a Serie D-be és Serie F-be. Bocs, Serie D, E, F. 71 meccs. Utána 25 NB1-es meccs. Ja, Magyar Kupa győztes. Bocsánat, a lényeget elfelejtettem. Hoppá. Igen. 4 NB2-es kereti csoport, és 6 darab Magyar Kupa meccs. Ja, le a kalappal. Coppa Serie D is. 2 meccs. Gratulálok. Nem kell már túl sokat aludni, és kezdődik a bajnokság. Írjátok meg kommentben, hogy szerintetek mi lesz az idényító mérkőzés eredménye. Te mit tippelsz? Nem akarok őszinte lenni. Szeretném, ha nyernénk valahogy 2-0 Újpest. Jó, hát én megteszem tippmixen is. Jó, várjuk a kommenteket, kövessetek minket. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Jövünk majd innen folytatjuk. Hajrá Lilek, jövő héten találkozunk újra. Hajrá Lilek. Sziasztok. Viszontlátásra.